Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen, hogy eljött erre a beszélgetésre. És egy szolgálati közleménnyel kezdeném, hogy miután püspök urat még abban az időszakában ismertem meg, amikor püspök volt, és azóta se tudom másként szólítani csak püspök úrnak, pedig ő felhatalmazott engem, hogy nyugodtan szólítsam csak Miklósnak. De valahogy ez nekem nem megy, úgyhogy most is a kérdéseimnél természetesen ez fog szerepelni. És sok mindennel készültem, de miután ma egy nagyon fontos esemény zajlik Budapesten és az ország különböző városaiba. Tényleg szeretném tudni a véleményét arról, hogy hogy, hogy látja ezt a helyzetet a pedagógusok helyzetét és azt, hogy, hogy ma valami beindult ebben az országban, lát-e reményt arra, hogy ennek hatása lehet, hiszen ön 24 évig tanított Esztergomban a teológiai főiskolán, sőt, annak a rektora is volt. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm Ágnesnek a bizalmát, hogy újra meghívott egy beszélgetésre. Mindjárt kiegészítem egy kicsit a pedagógus társadalommal való kapcsolatomat azzal, hogy édesanyám is pedagógus volt. És ezt mindig egy kicsit viccelődve szoktam mondani, ahogy ő otthon mondta, hogy ő nagyon pontos kislány volt mindig az iskolában, mert szeptember elsőjén született és egy pedagógusnak a, a csodálatos élménye, hogy minden szeptember elsején egy évvel fiatalodik, mert jönnek az új tanítványok. Megdöbbenve és értetlenül szemlélem a pedagógusok magyarországi helyzetét most már elég régóta. És személyes beszélgetésekbe is előkerülnek ezek a kérdések. Nem értjük, azt hiszem nem vagyok vele egyedül, hogy miért nem természetes Magyarországon, hogy a pedagógusok <laughs> nagyobb megbecsülést élvezhetnek. Néztem ma is a, a híreket, tehát most is ezekben a percekben tudom, hogy a Margit hídnál nagyon sokan ott vannak, pedagógusok, szülők, diákok, és hát az iskolák környékén is, és hát szerte az országban. Tehát az első az, hogy értetlenül szemlélem ezeket az eseményeket. A, hát a másik gondolatom pedig, pedig az, hogy hogy mm, talán mégiscsak meghalják az illetékesek, a pedagógusoknak a hangját, és a diákoknak a hangját, mert azért ez egy kedves dolog, hogy, hogy kiállnak a tanáraikért, mm, és, és talán lesz elő, elő elmozdulás. Annál is inkább, hiszen a pedagógus nemzedék, éppen úgy, mint bármilyen más hivatásnak a nemzedéke vagy közössége, csúnya szóval így mondom, hogy hiány szakma. Tehát kevés pedagógus van, és hát majd a beszélgetésben biztos, hogy előkerülnek azok a speciális mai társadalmi problémáink, ahol különösképpen szükség lenne a pedagógusokra. Az elnéptelenedett falvainkra gondolok most már előre Igen, is, Igen. és a, a cigánság helyzetére, hogy éppen rájuk lenne szükség. Hát szóval csak reménykedni tudok, hogy hogy talán egy kicsit komolyabban veszik most már az Igen. ő. És nő, mit szól ahhoz, hogy hogy ezeket kell. a kirúgásokat, tehát a tanároknak a kirúgása és abszolút váratlanul érhette azért a közvéleményt, vagy talán nem is de ezekre, ezekre, a reagálásokra. Hát meg én sokszor fogom ezt mondani, hogy én naív ember vagyok, de nem tudok mit kezdeni ezzel a tényel, hogy, hogy, a sztrájk jogot megvonják a pedagógusoktól. Tehát Szóval nem értem, hát pontosan a sztrájknak az a lényege, hogy valami méltánytalanságot, jogtalanságot szeretnének szóvá tenni. És hát, hogy, hogy ezért retorzió van, ez, ez tényleg megdöbbent. Akkor még egy provokatív kérdés. Elképzelhetetlennek tartja azt, hogy az egyházi iskolák közül bármelyik is szolidaritást vállaljon ezekkel az iskolákkal vagy pedagógusokkal? Én úgy emlékszem, hogy a korábbi demonstrációkban egyházi iskolák tanárai is bekapcsolódtak. És nem tudok konkrétan egyiket sem említeni, de, de, én hát jó barátságban vagyok olyan pedagógusokkal, akik egyházi iskolákban tanítanak, ők ugyanezekkel a panaszokkal élnek, vagy, vagy hát ezekről beszélnek. Ugyanilyen gondjaik vannak az egyházi iskolában? Ugyanilyen gondjaik vannak. Uh -huh. És nem tudnak ellene semmit tenni ők se, hiszen azért az ő Igen. finanszírozásuk az egy külön kalapban van. Igen, de hát azért a, a, a bérlistán ők is körbe ugyanott vannak. Uh -huh. Esetleg, nem vagyok benne egészen biztos, de a, az iskola intézménye kap talán nagyobb támogatást, de a, a bérük az, az nem magasabb, mint a állami közoktatási intézményekbe. És még azt is hozzáteszem, hogy, hogy a napi beszélgetéseimben ez mindig előkerül, hogy milyen nehéz majd pedagógusnak a helyzete. Tehát amikor én gyerek voltam, hát akkor legfeljebb kaptunk egy pofont, vagy egy körmöst, vagy a sarokba kellett állni, de a mai pedagógusnak szinte nincs eszköze a fegyelmezésre. Amikor Cínikusan előveszik az órán a mobiltelefont. <kül> Nagyon nehéz az ő helyzetük, egy egészen más környezetben kell nekik a hivatásukat teljesíteni, és éppen ezért nem értem, hogy miért nem kapnak nagyobb elismerést és megbecsülést. Akkor térjünk rá önre és az ön életpályájára ami nagyon-nagyon gazdag és nagyon-nagyon érdekes és izgalmas volt, és izgalmas a mai napig, hiszen akkor, amikor nyugdíjba vonult, azt hitte, hogy hát nagyon sok ideje lesz olvasni, pihenni, sétálni, kerékpározni, és mint kiderült, azóta sokkal-sokkal több feladata is van szinte. De igazából az, hogy miért vállalta, miért döntött a papi hivatás mellett, azért erről még keveset hallottunk. Ki volt az, aki erre inspirálta? Mi vitte el felé? Hát ez egy összetett <síns> folyamat, ahogy én ezt megéltem. Így szoktam fogalmazni, hogy, hogy mázlim volt. Hogy olyan családi hátterem volt, olyan papokkal találkoztam, hiteles papokkal, akik példaképek voltak a számomra. Olyan élmények értek gyerekkoromtól kezdve, amelyek az Úristen felé hát, érzékenyé vagy értővé tették a lelkemet, nem tudom, hogy fogalmazzak. Tehát kezdem onnan, hogy, hogy a családi hátterem, és azért hozzá kell tennem, hogy, hogy édesapám a gazgyárba volt mérnök, és ő nagyon szerette volna, ha, ha az első fia az mérnök lett volna. És másfél éves voltam, amikor Budapest Ostromán alapán meghalt az utcai harcokban. Tehát vitték őt kényszer munkára a többi férfiakkal együtt, és hát ott halt meg 45. februárjában. Sok, Sok társával együtt. Sok társával együtt, és hát ott maradtam első és utolsó gyerekként. És hát így már apám nem szólt bele, hogy anyám merre felé irányította az életemet. De azt mindig szeretem hangsúlyozni, hogy soha nem éreztem pressziót anyám részéről. Úgy, úgy később kiderült, hogy, hogy imádkozott értem, hogy pap legyek és később hát természetesen büszke volt rám. De az olyan természetes volt otthon, hát anyai nagymama és hát édesanyám, így voltunk mi hárman a, a kis törpe család. Az természetes volt, hogy otthon imádkoztunk, az természetes volt, hogy vasárnaponként mentünk templomba, és akkor itt mondom azt, hogy, hogy hát ilyen mázlim volt, más nem, nem tudok más mondani. A Bakástéri templomba voltam első áldozó. Akkor még oda jártam a Knézics utcai fiúiskolába, a, a 40-es évek végén, és ott egy fiatal pap volt, a Fundelius Vilmos, aki fölkészített minket az első áldozásra. Hát nagyon kedves emlékem van. Meg emlékszem, egy, egy hitoktató néni is, a Mészáros Éva járt be az iskolába, akit megint csak nagyon szerettem. Éppen most újították fel a bakács templomot, egyébként tegnap volt a Sziszi Szent Ferenc ünnepe, és az Assisi Szent Ferenc tiszteletére van szentelve. Ezek tényleg kedves gyerekkori emlékek. Aztán hát utána, amikor hát sok izgalmok után zebegénybe kerültünk, éppen akkor helyeztek oda egy, egy olyan papot, aki Rómába tanult, egy tudós ember volt, egy végtelenül szerény, aszkéta ember, aki aki hát egy hiteles ember volt. Mondjuk ki a nevét is. Vajda József, hát aztán ezt is szoktam mondani, hogy a véletlenek ugye mindig megjelentek az életemben. Tehát ő az esztergomi teológián volt filozófia tanár, utána rektor, aztán utána Váci Segédpüspök, és ott van eltemetve a Váci Székesegyház kriptájába. És aztán hát én a nyomába jártam, mert aztán én is filozófiát tanítottam, rektor voltam, püspök lettem, vácom voltam. Tehát ezek van érdekes kapcsolatok. Tehát amit vele kapcsolatban szeretek megemlíteni, hogy, hogy nagyon fontosnak érezte a, a, a nevelésnek a az ügyét, felelősségét, és hát ezek megint ilyen egész különleges tények, hogy 1956 nyarán vitt el minket egy illegális cserkésztáborba a Balatonhoz. A börtön kockázatával. Csak utólag értettük meg, hogy hajszálon múlott, hogy, hogy le nem bukott. Egy nappal haza, hamarabb hazajött a táborból, és mert aztán kiderült, hogy valaki mégiscsak följelentette. <laughs> ja. És amikor jöttek a rendőrök a plébániára, ő nyitott ajtót. És akkor, maga itt van? Hát, hát, hát természetesen, hol lennék? Értem, ezt követte is, ezt és... a példát ön is egyébként hát, utána. Igen, és de ugyanakkor nekem 13 évesen az a tábor, egy életre szóló élmény volt Balaton akaratján. Utána többször is elmentem oda arra a csodálatos part szakaszra, nem tudom mennyire ismerik a akaratját, hogy ott van egy magas lőszfal a vasút fölött, és onnan rá lehet látni a Balatonnak a Tihanytól keletre eső részére. Amikor először jártam Izraelbe, és megláttam a Genezáreti tavat, akkor azt mondom, hogy ez egy déjà vu. Ugyanezt láttam, ugyanezt. Nekem legalábbis így tűnt, mint onnan akaratjától az a Balatonnak az első része. Na, szóval egy ilyen ember volt, és bizt, tudom, hogy, hogy ő is imádkozott, értem, és segített. Hát ugye 56 eseményei kapcsán Tőle kaptam az első kordbárson csekit, mert ugye jöttek a külföldi adományok, és, és fölruházott engem. Hát ugye ezek már csak mellékes megjegyzések, hogy, hogy hát az 50-es években én örültem, ha az unokatestvérektől örököltem egy kinőtt ruhát. Mert, igen, igen, hát sokan ez, vannak unokatestvérek, úgyhogy igen. Hát ez is kedves. Na és akkor utána a Váci gimnáziumba kerültem, állami gimnáziumba, de 56 után, hát 57-ben kezdtem a gimnáziumot, akkor éppen arra a négy évre engedélyezték a fakultatív hittant az állami gimnáziumokba is. És akkor megint csak egy fiatal pap volt, ott Vácon a pálos frici atya, egy ilyen alacsony, nagyon lelkes fiatal pap. Hát, és hát ezt csak úgy rögtön megemlítem, hogy ez is milyen érdekes, hogy, hogy, amikor már én püspök lettem Vácon, ő éppen akkor ment nyugdíjba, visszajött Vácra, mert 60 volt akkor előtte plébános, és egészen a püspöki szolgálatom végéig, igen, 2019 februárig ott volt mellettem és akkor még én temettem őt, és utána mentem nyugdíjba. Tehát ez is olyan érdekes volt. Meg, meg hát tényleg ezekre csak ilyen nálámmal tudok gondolni, hogy, hogy nem értek fájó csalódások az egyházal kapcsolatban. És hát amit még említettem, hogy ennek is... Hát jelentőséget tulajdonítok, hogy, hogy ott lehettem gyerek, hát az első Pesti évek után, a Dunakanyarba, a Börzsöny lábánál, a Dunaparton vagy Duna, Duna mellett, vagy csodálatos természeti környezetben. Akkor azért szóval egy kicsit azt is vonjuk ebbe bele az élete történetéből hogy az a, az a hit, a hithez való kötődésnek azért voltak olyan előzményei is, olyan élményeket, téve élményeket élt meg gyerekfejjel, amire azért óhatatlanul, csak rányomta a bélyegét egyfajta gondolkodás, hiszen ugye az édesapját nagyon, nagyon, fiatalon ugye vesztette el, de utána megélte a kitelepítést az édesanyjával és a nagynényével együtt, és, és utána azért nagyon sok mindent élt meg gyerekfejjel. Tehát mindazok a, az élmények, amiket az ember gyerekként, fiatal korában tapasztal és átél, azért azoknak komoly hatása van a későbbi élet útjára. És én úgy gondolom, hogy ezek az élmények is, és a, a, a hit segíthetett azért abban is, hogy, hogy ön most már elég régóta egészen nyíltan és őszintén áll ki az emberek elé, és nem csak a hívők elé, hanem ugye nyitott a sajtóra, nyitott a kommunikációra, és ezáltal mondjuk a magyar püspöki karban is, amíg ugye része volt ebben, igazán kitűnt onnan. Tehát talán még meséljünk erről az, erről az időszakról, hogy mik voltak azok az alapvető élmények, amelyek az ön jellemét formálták. Köszönöm. Ezt én így szoktam fogalmazni, hogy visszagondolva az egész életutamra, semmi nem lehetett véletlen. És én ezt így élem meg saját magamban, hogy, hogy az eseményekkel az Úristen fölkészített a későbbi feladatokra. És hát ez alatt azt értem, hogy ha én nem éltem volna meg az árva létnek a fájdalmát, valószínűleg nem érteném meg a árva gyerekeknek a helyzetét, vagy a elvált szülők gyerekeinek a helyzetét. Ezt én emlékszem, hogy, hogy, nem tudom, talán ötödikes, hatodikos lehettem, egyszer jöttem az az iskolából, és, és rám tört a szomorúság, a fájdalom, hogy nekem, nekem miért nincs apám. És úgy emlékszem, hogy meg is tudnám mutatni, hogy ott a házunktól nem messze az utcán ott megálltam, és potyogtak a könnyeim, és, és szégyeltem hazamenni. Pedig tudtam, hogy az osztályunkban azért rajtam kívül volt még néhány fiú, akiknek meghaltak a, meghalt az édesapjuk a háborúba. De egy kicsit fájt nekem, hogy a többi gyerek hazamegy az, az apukájával, focizik, vagy segít neki a, a én, autószerelésbe, vagy nem tudom mibe, és nekem ez kimaradt. Aztán hát a kitelepítés, hát úgy átugrottam ezt a történetet, ugye amikor hát a háború után ugye, a lakásunk is tönkrement, és egy nagynéném, az befogadott minket. Hát az ő lakott ott a Kinizsi utca, Kinizsi utca sarkán, és hát ott azért jártam oda az első másodikba, de korábban nekik volt egy vendéglőjük. Már a férje meghalt, és hát valakinek az a kis szobakonyhás lakás is valahogy megtetszett, és hát, hogy hát a társpérlőnek, nem? A társpérlőnek, nem? igen. És hogy, hát, hogy igazából milyen címen kerültünk rá a listára, már is se tudom, de lényeg az, hogy jött a papír, hogy menni kell, menni kell és hát egy szavolcsi faluba kötöttünk ide. Ez is megint olyan érdekes, hogy, hogy egy Gégény nevű falu, és most a közelmúltban összetalálkoztam egy, 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 újságíróval, akit Gégény Istvánnak hívnak. <laughs> és hát, hogy összebarátkoztunk ilyen. Most például az a, az a kitelepítés, tehát ö, én másképp élem meg, a, vagy, vagy másképp gondolok a, az otthontalanoknak a helyzetére. Éppen az én is átéltem. Meg emlékszem, hogy anyám ott a vonaton, amikor hát éjjel vittek minket. Vagonokba. vagonokba hogy hol áll meg a vonat? A teljes bizonytalanság. Meddig lesz? És, és hát szóval Hát az ez is például érdekes, hogy azzal a családdal, akikhöz minket betelepítettek, mert ők meg kuláknak számítottak, mert volt két lovuk. Azóta is tartom velük a kapcsolatot. És egy élmény abból az időből, ugye egyszer emlékszem, hogy egy este ugye anyámmal kimentünk abból a faluból, a falu szélére, és szép csillagos ég volt, és anyám azt mondta, kisfiam, nézd föl a csillagokra, valaki figyel rád, valaki figyel rád. És ez is úgy bennem maradt később. Tehát ezek tényleg... Meg aztán, át a, aztán az ebegényi évek, éppen most ugye a... Ahol a nagymamának volt nagyon fontos szerepe az életében. Hát igen, igen. Meg, meg az a, a falusi életnek a nehézségei, meg a szépségei. Tehát ugye most energiaválság idején, hát én kicsit olyan ö, csodálkozva mondom, hát mit kell ezen izgulni? Hát 50-es években mi nyáron anyámmal, nagymamával meghordtuk a téli tüzelőt. Lehetett kapni az erdészetnél ilyen kis ö, rőzsegyűjtő cédulát, és amennyi a hátunkon elfért, vagy elbírtunk, annyit hazahoztunk és a sporaheltbe a tűz. Na jó, hát szóval ezek. De megbecsülni, meg a kertet, hogy ott minden talpalatni föld meg volt művelve. Volt zöldség, gyümölcs, baromfi. Tehát meg a falusi életnek azért az a szépsége is, hogy ami talán most már ott se jellemző, hogy az emberek törődtek egymással. Akkor ugyancsak egy érdekes kérdés, hogy mikor tudatosodott önbe igazából az, hogy azáltal, hogy a papi hivatást választja, egy csodálatos emberi életérzést nem fog tudni megtapasztalni. És ez a szerelem. És a, és a nőtlenség mikor 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 tudatosodott ez önbe is, és miként és nem bánta el meg hát ugye erre megint azt mondom hogy ezek se véletlen dolgok hogy a váci gimnáziumban egy olyan osztályban jártam ahol 17 fiú volt 17 lány <síns> <síns> és, és mind a mai napig Tartjuk a kapcsolatot, és egy, egy nagyon kedves, őszinte kapcsolat van közöttünk. És szóval soha nem éreztem félszegen magamat a lányok között. Csak úgy eszembe jut, hogy, hogy megérkeztem zebegényből vonattal Vácra jó korán, és akkor bementem az iskolába. Jaj! Miki, megcsináltad a matekot? Mutasd meg, segíts! És akkor, hát gyertek, megmutatom. És akkor ott elmagyaráztam a matek leckét. És hát szóval ez, ez olyan, megint visszatérek ahhoz, hogy azok a papok, akiket ismertem, azoknak az élet módja, vagy hát, magatartása, az ön egyértelmű volt, hogy ők rátették az életüket erre a hivatásra, és ennek itt nincs családjuk. Ugyanakkor meg azt is már rajtuk keresztül megéreztem, vagy hát Jézusnak van egy ilyen mondás, hogy ti, akik elhagytok családot, százannyit annyit kaptok. És éppen a napokban találkoztam valakivel, és olyan Kedvesen és a magától értetődően mondta azt, hogy ha hát neked nincs saját gyereked, de van ezer gyereked. És hát tényleg, ahogy visszagondolok Márján Osztrára, Piris Marótra, dömöse Esztergomra, ahol több időt töltöttem, mind a mai napig tartom a kapcsolatot. Nagyon sok tanítványommal. Meg aztán a cserkész tanítványaimmal, és soha nem éreztem igazán egyedül magamat. Uh -huh. soha, hogy... nem, soha nem esett kísértésbe, soha nem vágyott Tehát... a legtitkosabb hátsó gondolataiban. Tetszettek a lányok, ezt <laughs> mindig is szoktam mondani, és, és ennyi. Uh -huh. Az előbb említette Igen. Mária Nostrát, akkor, amikor mi először találkoztunk, és ugye én ezeket a történeteket azért ismerem, azért emelem ki, mert az egy különleges helyzet volt és különleges helyszín, és és önnek is ott különlegesen kellett viselkednie, ugye bár tudjuk, hogy Mária Nostra az egy politikai börtön lett, egy gyönyörű. gyönyörű ö, ö, helyen, ugye? És e, igazából azért került oda Mária Nosztrára, mert e, az édesanyával, édesanyjával, édesanyjával e, akart együtt lenni mindenképpen, és ott volt egy olyan lehetőség, hogy vihette magával az édesanyját, aki a plébánián elvégezte a házi feladatokat, és orgonált is. Meséljen erről a világról, hiszen ottan komoly korlátok között tudta a papi hivatását gyakorolni, és mégis sikerült. Hogyan? 1970-től 76-ig voltam ott, tényleg felejthetetlen kedves hat év volt, és tényleg hát édesanyám oda tudott jönni hozzám, ugye a nagymama akkor már korábban meghalt, és tényleg az akkori püspöknek egy nagyon kedves, figyelme volt, hogy, hogy tudta, hogy nekem gondoskodni kell édesanyámról, és azért választotta ezt a plébániát. Most ott van pálos szerzetesek, visszajöttek oda, tehát tényleg egy szép épület. Hát persze akkor mi nagyon elhanyagolt körülmények között voltunk, de gyönyörű a templom, Na és hát ami Mária Nosztrának és a Mária Nosztrai a különlegessége, hogy a templomba a külső börtön udvaron keresztül, keresztül lehet bemenni. És hát ugye, amikor már úgy tájékozottam, hogy tulajdonképpen hol is vagyok, hát úgy meglepődve tapasztaltam, hogy hát a egyetlen komoly munka alkalom a falu részére az a börtön volt. Vagy fegyőrként, vagy munkafelügyelőként, vagy, vagy akárhol konyán e, dolgoztak sokan. Na de ennek a feltétele az volt, hogy ők nem mehetnek templomba, mert ugye ez szigorúan e, hát, e, állami intézmény. Hát ez a 70-es években, ez így volt. És Hát ma is, ma év is, hogy csodálkozom, hogy honnan volt annyi bátorságom, hogy, hogy én azért mégis megtaláltam a gyerekekkel a kapcsolatot, a gyerekeken keresztül a családokkal a kapcsolatot, és hát szépen összegyűjtöttem a, a gyerekeket, és hát nem feltűnően, de mégis mentem velük kirándulni. Megfocitni. Megfocizni. Megfocizni. <laughs> <laughs> és hát ugye, hát ezek érdekes, kedves emlékeim. És hát ez a magától értetődő volt a számomra, hogyha ők nem jöhetnek a templomba, hát akkor nekem kell elmenni hozzájuk. És hát nem egy, egy esküvő, nem egy keresztelő volt a háznál Sötét sötétedés edés, után. Sötétedés után. És, és hát nagyon-nagyon kedves kapcsolataim vannak azóta is, sok kedves családdal. És hát ez egy. Elmondok egy, egy jellemző kis storyt, hogy azért bejártam a. Iskolába hittant tanítani, de ugye az is akkor az BM felügyelet alatt levő iskola volt, hiszen a gyerekek nagy része gyerek volt. És megtartottam a hittanórát, és akkor az igazgató nő meglátott, és azt mondja, vége van az órának? Igen, ha jöjjön be hozzám, akarok magával egy kicsit beszélgetni. És hát mondom, itt vagyok. Azt mondja, na most itt vagyunk négy szem közt. Maga elég értelmesnek látszik. Valja be, hogy ugye maga se hiszed be a sok butaságba, hogy Isten meg vallás meg, hát mondom, egy életem, egy halálom. Mondom, hát kedves igazgatónő, hát azért nem csak az van, amit látunk. Azt mondja, mondjon valamit. Hát mondom, hát az igazgatónő is nagyon értelmes. <gül> <gül> és, de én mégsem látom az eszét. Van no, ne szemtelenkedjen, na no, magával nem lehet. <laughs> és akkor, de azóta, utána aztán nagyon jó lett a kapcsolatunk, hogy elfogadta a köszönésemet, meg hát szóval meg egy másik sztori is, hogy egyszer tűzütött ki az erdőbe. És akkor bemondták a hangos bemondóba, hogy aki itthon van, férfiak, ásót, kapát, ki kell menni, míg a tűzoltók ideérnek, mentsük az erdőt. És akkor én is kaptam egy kapát, és, és hát szaladtam az erdő felé, az iskola előtt. És az iskola hajtajában láttam, hogy a nagyobb fiúk, 7 hetedik, nyolcadikos fiúkat az igazgatónővel valamiről vitatkoznak. És amikor meglátott az igazgatónő, azt mondja, jaj, álljon meg egy percre, az erdő tűzre megy. Na igen, vigyázna a fiúkra, mert egyedül nem engedem el őket. És akkor, és akkor még inkább, hát, feloldódott ez a feszültség ellentét. És hát mai napig is tényleg így gondolok vissza azokra az évekre, hogy, hogy talán egy kicsit előre vetítve éltem meg az egyházunk jövőjének a helyzetét. A még nem megvalósult teljesen jövőt. A még nem megvalósult teljes életét éppen a napokban, hát ilyen, most már nyugdíjasként ilyen inkognitóban Mátyás királyként szoktam, hogy benézni a templomokba, és hát egy, egy, elég nagy templomba misézett egy kolléga, hát legalább 300 ülőhelyes nagy templomba, és voltak talán 15-en, de azok is a hátsó padokba. És egyedül ott állt az oltárnál, és én úgy megsajnáltam. De milyen élménye lehet ennek a kollégának egy üres templom, szinte üres templomba, sem se, senki. És akkor ez jutott eszembe, hogy hát miért nem csinálja azt, amit én akkor már csináltam, hogy elmenne egy családhoz, Mariska néni megkérni, hogy gyűjtse a rokonságot, szomszédokat, és oda elmenni hozzájuk egy közös imádságra, beszélgetésre egész más lenne. Tehát, a, amit Ferenc Pápától sokszor idézek, hogy ő, talán az első megnyilatkozásai egyikén mondta, hogy nem halljátok, hogy Jézus kopogtat a templom ajtón, de belülről, menjetek már ki. És mi most meg mindig ott tartunk, hogy, hogy tatarozzuk a templomokat, és, és közben nem veszük észre, hogy kiürülnek a templomok. Uh -huh. És elveszítjük a személyes kapcsolatot az emberekkel. Hát ez azért eléggé elindult már korábban is, nem? Tehát ez az elmúlt évtizedekben úgy szépen Igen. lassan elindult ez a folyamat. És semmi nem Igen. történik, hogy változás legyen. Igen, és és akkor tehát egészen más a, 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 a papi szolgálatunknak a megközelítése, hogy ne üljünk ott és várjuk a, a betérőket, és, és közben morgunk, hogy miért nem jönnek, ahelyett, hogy mennénk utánuk. És most, hogy mióta ott vagyok, Nagy Maroson, ebbe a nyugdíjas ebbe, otthonomba, Nekem egy, egy, nagyon mély élményt jelent, hogy nagyon sokan eljönnek, megkeresnek, hát hogy telefonon vagy akárhol megkeresnek a, a, fájdalmaikkal, az emberi sors problémáikkal, és jönnek beszélgetni. És azért ennek nem, is az, nem lehet az is az oka, hogy, a, hogy gyakorlatilag a katolikus egyház olyan 200 évvel van lemaradva a mai világtól? Hát most nem vagyok benne biztos, de talán a Martini bíboros mondta ezt, hogy <laughs> nem sokkal a halál előtt, hogy hát a 200 év. Tehát azért ebben, ebben nagyon komoly szerepe van magának, az egyháznak és az egyház vezetésének. És nem véletlen az talán, Ugye, hogy ön elég komolyan adott esetben egészen mást vallott és, és mondott, mint a katolikus egyház vezetői. Tehát ö, ö, én ebben nem feltétlenül az embereket hibáztatom, hanem pontosan ezt a hozzáállást, ezt a büszkeséget, minek nevezzem. Hát és a, a struktúrákhoz való ragaszkodás látszat biztonságát. Hogy eddig is így volt, majd csak lesz valahogy, hogy nem tudunk változtatni a, tehát a, az, az egyház gyakorlatán. Bocsánat, de ebben nem játszik az is szerepet, és ezt ön is már nyilatkozta, hogy, hogy kiszolgáltatottá vált az egyház ismételten, és kiszolgáltatottá vált a kormánytól. Tehát ez... hát ezek összefüggnek ezek a kérdések. Hát ameddig a struktúráknak túl nagy jelentőséget tulajdonítunk, hát most a struktúra alatt értjük a templomainkat, egyházi épületeinket, iskolákat, ugye, meg, meg a, hát az úgynevezett kötelezően választható hitoktatás ügyét, hát ez is majd esetleg beszélünk róla addig óhatatlanul kivasszunk szolgáltatva olyan támogatóknak, akik ezt pénzzel szponzorálják. Na és hát ugye most éppen ezt tapasztaljuk, hogy, hogy rengeteg pénzt ad a kormány a templomok tatarozására. És hát amiről az előbb is beszéltünk, hogy hát hogy meg vagyunk hatódva, hogy hát most jaj, milyen szép, gyönyörű, hát persze én is szeretem a szép templomokat, de itt is egy, egy furcsa csapda van, van egy ilyen fogalom, hogy a falukép. kép. És hát ugye, hogy ezt a turisztikai szempontból nézzük, akkor hát, hát, ez az ország turisztikai szempontból az ország érdeke, hogy a falunak a legnagyobb épülete az rendben legyen. És hogy hát, hogy jöhessenek a turisták, és hozzák a pénzt, és, és hát csodálják a mi épületeinket. Na de ez nem a mi egyházunknak az elsődleges küldetése. Tehát ezt sokszor szoktam mondani, hogy Franciaországnak egy érdekes hát történelmi eredménye vagy következménye, hogy a francia templomok állami tulajdonban vannak. Tehát a közösségek, a gyülekezetek bérlik a templomokat. Tehát, hogyha mi is így lennénk, hát persze ilyet nem merek hangosan mondani, hogy, hogy, de egészen más lenne a hangsúly. Hogy igen, hát csodálatos ezek a, hát a, a bazilika itt Budapesten, vagy Esztergomba a bazilika, meg hát tényleg építészeti csodák ezek a templomok, Na de éppen most az hiszi Szent Ferenc ünnepe után vagyunk, aki a 13. században egyszer csak rácsodálkozott, hogy hát, hát jé, hát Jézus Krisztus Isten fiaként Betlehembe megszületik, az ács fiaként él, nincs saját háza, és hát, mondja, hogy hát ha ő így a szegények sorsát vállalja, akkor akkor hát itt valami nem stimmel. És hát azt hiszem, hogy ezt kellene e, megint úgy átgondolni, tisztázni, hogy, hogy az egy más dolog, hogy a művészi értékeket értékeljük, csodáljuk, szépek, na de az ember, és megint az emberi fájdalom, az emberi sorsok e, kapnának nagyobb hangsúlyt is. És, és hát ami a, a egyházunk küldetése, Erről szól, hogy a, a, az embertársainknak adjunk reményt, vigasztalást, <laughs> távlatot, és hát, szóval, hát így, azért így összeérnek ezek a kérdések. Mm. Igen, de egy szolgáltató egyház is vagyunk, vagy szolgáltató hát, egyházként Igen Tehát ezt is, a... ezt is nagyon... És ezzel se ért egyet. Ön. Óvatosan használjuk ezt a kifejezést, de de még jó pár évvel ezelőtt egyszer volt egy kedves öreg pap és ő mesélte, hogy hát hogy jönnek hozzá, hogy ők most rendelnek egy misét. És azt mondja, Mariska, mi? Ne, Nem értem, mit csinál, hogy rendel egy misét? Macska, ha el akar jönni, a misére örömmel várjuk, és, és mi, mit, miért akarta rendelni a misét? Hogy a nagypapáérő mondjon, mondasson egy misét, mennyibe kerül? És akkor mondta egy Mariska, majd a nagypapáért imádkozunk, és azt a pénzt meg adja oda a, a mit tudom én, unokájának, vagy tegye tudom én, a versenybe, ha éppen nagyon akarja. De hogy és ebből nagyon nehezen tudunk kilépni. És akkor ugye ez megint az a csapda helyzet, hogy most emelkednek az energiaárak, hogy fogjuk kifűteni a templomot, mégiscsak jó egy kis bevétel egy temetés kapcsán. És nem veszük észre, hogy, hogy el, elriasztjuk az embereket, mert csak az marad meg egy gyászoló családban, hogy Na, a pap is ugyanúgy kért pénzt, mint a temetkezési vállalkozó. Tehát ugye álmodozom jó régóta ezen, hogy, hogy, valaki a gyászával megkeres, akkor leültetem, megkérdezem, hogy hogy éli meg ezt a gyászt, és megkérdezem, hogy mivel segíthetünk. Na most először persze az is kellene, hogy, hogy a, a mi egyházközségeink tényleg önfenntartók legyenek. És hát sajnos ezekkel az állami támogatásokkal éppen erről szoktattuk le az embereket. Uh -huh. Hát úgyis az államtól kapnak pénzt, tehát mi miért támogassuk ami mi közösségünket, amiből a karitás tevékenységünket tarthatnánk fönn. Meg, meg hát egyáltalán, hát az ősegyháznak az életét, ahogy olvasuk a Bibliában, a Bibli Apostolok cselekedeteibe, ők tényleg testvérként néztek egymásra. És az özvegyeket, árvákat, betegeket a közösség támogatta. Uh -huh. És nem intézményként. Nem szolgáltatás. Hát igen, ez, ez egy kicsit most más világ, amiben élünk. És... De vissza kell ehhez térni, mert mert tényleg végleg elveszítjük a hitelünket. Igen, ennek ennek megvan az esélye, sajnos. Viszont ami még külön érdekesség szerintem az ön, ön pálya uh -huh. ugyancsak, ugye, hogy, hogy hogyan tudta igazából kezelni és kivédeni azért azokat a támadásokat uh -huh. is, amelyek érték azok után, amikor komoly, komoly kérdésekbe, Állást foglalt. Mit, mit érzett akkor, amikor, amikor úgy érezte, hogy, hogy ezt fontos elmondani, fontos elmondani a nyilvánosságnak, de utána számította -e arra, hogy, hogy azt fogják mondani, hogy na enye, enye, most már egy kicsit hallgassál el. Fájt. És nem számítottam erre. Hát itt megint mondom, hogy a naivitásom az az mindig végig kísérte a um, életemet és a megnyilatkozásaimat. De tényleg úgy éreztem, és érzem mind a mai napig, hogy amikor tényleg a ami hitünk tisztaságáról, értékrendjéről van szó, akkor meg kell szólalni. És hát az, ami a, hát az utóbbi években a leginkább fölborzolta a kedélyeket, amikor következetesen mindig azt mondtam, hogy, hogy nem, nyughatunk, nem nyugodhatunk bele abba, hogy a vallásosságot és a jobboldali politikát összekapcsoljuk. Keresztény hogy... egyház, keresztény Igen. ország. Igen. Most például a Ferenc pápának a kazasztáni útja, amiről sajnos itt idehaza nagyon kevés visszhangot hallottam, pedig szerintem egy, egy, világtörténelmi jelentőségi volt ez az útja, éppen úgy, mint a korábban a Abu -a, ott az Egyesült Arab Emírségeknél a látogatása, vagy a iraki útja, de most ez a kazasztáni útját, ez meg egy zseniális dolog volt, hogy elment oda a kazasztánba, ahol most már talán a tizedik alkalommal rendelt, rendeztek vallás a találkozót, éppen azzal a szándékkal, hogy tiltakozzanak az ellen, hogy a muszlim vallást és a terrorizmust összemossák. És a pápa azt mondta, oda el akarok menni. És elment, és együtt imádkozott a muszlim meg zsidó vallási vezetőkkel, és valami nagy-nagy elismeréssel beszélt a kazah közéletről, ahol hát egy elenyésző kis, kisebbség a, a, a keresztényeknek, és azoknak is ugye a nagy része ortodox és hát a katolikusok, protestánsok számaránya, de vallásszabadság van, és tisztelik egymást. És ott mondta a pápa ezt a nagyon fontos beszédét, amikor azt mondta, hogy a hatalom nem használhatja eszközként, támaszként a vallást. És fordítva is, hogy a vallás nem szolgálhatja a politikai hatalmat. És ezt jól értették ott, amikor a, hát a iszlám szélsőségekre utalt. Na de hát nyugodtan vonatkoztathatjuk a mi saját helyzetünkre, ahol észre se vettük, és észre se vesszük, hogy, hogy kiszolgáltatottá válunk. És, és, és hogy a... Tehát igen. De lehet, hogy észreveszünk, csak a félelem mozog. Nem? És hát ugye, amikor ilyeneket mertem mondani, hogy nekem ugyanúgy híveim a, a baloldali politikai szimpatizánsok, hogy én akkor hazáruló vagyok. Tehát ez, ez, ez nagyon fájt, hogy ennyire nem értik. És a pápa éppen itt Kazasztámban mondta, hogy a a vallás, és ez minden vallása érvényes, a vallás az fölötte kell, hogy álljon minden pártpolitikai ö, csatározásnak. Igen, hát ez erről aztán elég komolyan volt szó most azért az elmúlt időszakban, a tavaszi ö, választások idején is, és ön nagyon-nagyon komolyan ö, kiállt ugye az ellenzéki ö, csoportosulás, igen, most vezetője mellett, tehát a Márkizai Péter mellett, és, és ebből aztán utána némi gondjai támadtak. Hát igen. Mik voltak ezek, <coughs> és miért? Szóval most már utólag belátom, hogy hibáztam, szóval nem, nem kellett volna ennyire nyíltan hát fölvállalni a Márkizai Péterrel való barátságot, de hogy magyarázatként mondom, hogy ők zebegénybe szoktak nyaralni, tehát onnan ismertem Régi a családot. Régi ismertség, igen. És, és, hát éppen az a tény, hogy ő ezt mindig hangsúlyozta, hogy ők, ők egy vallásos család, gyerekeivel minden vasárnap ott vannak a templomba, hát mondtam, hát éppen egy bizonyíték arra, hogy, hogy a, a, jobboldali politizálás és a vallásosság az nem feltétlenül fedi egymást. Aztán hát sajnos szóval nem voltam elég éber, vagy nem tudom, hogy mondjam, az utolsó beszélgetésre nem kellett volna elmenni és az, az, tényleg nagyon fájt, amikor máig se tudom, hogy ki volt, melyik, tudom én, operatőr, vagy, vagy akik hát föltettek a Facebookra egy, egy olyan posztot, hogy, hogy a Bermiklós azt mondja, hogy valásos ember nem szavazhat a Fideszre. Fideszre igen. És akkor hát ez kiverte a biztosítékot, és akkor utána hiába mondtam, hogy hát ezt én nem mondtam. Nem ezt mondta. És nem ezt mondta. Igen, igen. Igen, de szó volt arról, hogy hogy, a, hogy, hogy nem, hogy, hogy egy vallásos ember szavazhat-e a Fideszre. Tehát egy kérdést igen, föltett egy ez újságíró, elhangzott, ez, igen, ez elhangzott, igen. és erről, erről tényleg ott beszélgettünk, de ez, ez nagyon bosszantott, hogy, hogy hát visszaéltek ezzel az én naivitásommal. De aztán, most viccesen gondolva megint, utólag azt mondom, hogy mégse bánom. Helyes, egyetértünk. Mégse bánom, mert nagyon sokan viszont megköszönték, és akik értették. Uh -huh. És m milyen következménye lett ennek? Mert volt lett következménye, nem? Az ön életében nem lett semmi retorziója? Nem, nem. Tehát azért ezt szeretem hangsúlyozni, hogy, hogy, a püspöktársaim részéről ö, nem kaptam semmiféle ö, dorgálást, vagy... És hát ugye abból szempontból könnyű a helyzetem, hogy ö, csak annyit kell mondani, hogy hát hallgassátok meg Ferenc pápát, aki ugyanígy így beszél, és, és hát mégiscsak ő a mi főnökünk. De hát azt mondják, hogy hogy nem feltétlenül kell őt se fogadni, vagy az ő téziseit se. Hát megint csak azt mondom, hogy, hogy ez nagyon fáj, hogy, hogy akár püspökök, vagy papok se értik őt. Uh -huh. És hát ez. Szóval nekem, nekem nagyon sokat jelent tehát az ő gondolkodásmódja, ami szervesen illeszkedik a korábbi pápák megnyilatkozásaihoz is. Tehát mindegyik pápára nagy tisztelettel és szeretettel gondolok, de most ő rá van szükség. Uh -huh. És hát nagyon remélem, hogy, hogy azért előbb-utóbb mégiscsak meghallják az ő szavát, és mögötte a Krisztusi evangélium üzenetét. Mm. Aminek ma is, ma is ugyanolyan aktualitása van, mint mint hajdanán? Hát, hogyha megint csak visszagondolunk, ugye az észi Szent Ferencre, vagy, vagy, visszaidézem, hogy, és amit a pápa is mindig sokszor mond, hogy csak a szegények egyházának, és a szegény egyháznak van jövője. És hát a mai magyar társadalmat látva a prioritásokat újra kéne gondolni. Most így át a pedagógus kapcsán beszélgettünk ugye erről már, hogy, hogy mennyire fontos a, a, a nevelés, az oktatás ügye, na de ugyanilyen fontos, a szolidaritás, a párbeszéd kultúrája és a szolidaritás együtt, ezt mindig szoktam mondani. És hát tényleg most mióta nyugdíjas vagyok, hát egy kicsit több energiám maradt arra, hogy a, a, a cigányság helyzetére oda figyeljek, vagy próbáljam fölhívni a figyelmet a cigányság helyzetére. És hát ezt már sokszor elmondtam, hogy hogy a nagyon hátrányos helyzetű cigány emberekkel sokkal gyorsabban megtalálom a hangot, és tényleg, ha az ember egy picit is szeretettel fordul feléjük, akkor nagyon tudnak szeretni. Sokkal nehezebb a jóléti társadalmat érzékenyíteni és megszólítani. Ez egészen biztos, hogy ez így van. És ugye lassan lejár az időnk, és még nagyon sok mindent szerettem volna persze kérdezni, de ami még fontos az életében, mm. hogy akkor, amikor nyugdíjba vonult, rögtön megalapította, létrehozta a Szent Ferenc szegényekért alapítványt, amely a mai napig is még működik, és az alapítványon keresztül bekapcsolódtak ugye a jelenlét programba, ami az ön számára nagyon-nagyon fontos mert talán kézzel fogható eredményeket is el lehet érni, de ugyanakkor viszont az alapítvány kuratóriumi tagjaival azért nem mindenben ért egyet. Én nagyon örülök annak, hogy a Vecsei Miklóson keresztül bekapcsolódhattam ebbe a Máltai programba, aminek a lényege ugye az, hogy hogy szakemberek összeállították a 300 legszegényebb magyar falunak a listáját. És a jelenlét program erre irányul, hogy ezeket a falvakat civil szervezetek, egyházközségek patronálni tudják. Ott a helyszínen, tehát ezért van a jelenlét program a szóban, tehát a programban, két falut patronálunk most már három éve Nógrádban. És ugye ez a lényeg, hogy ott a helybeli munkatársakkal a személyes törődést próbáljuk egyre jobban megvalósítani. Az oktatásban, tanodaprogrammal, szociális problémákba próbálunk segíteni, és hát itt mondok mindig köszönetet azoknak, akik támogatják az alapítványunkat, hogy képesek voltunk mind a két faluba létesíteni egy ilyen jelenlétházat, és nagyon sok embernek tudunk segíteni. Mm -hmm. És hát azt hiszem, hogy, hogy ez a én nyugdíjas életemnek, hát ez a fő profilja, ha szabad ezt így mondani, Természetes, hogy a munkatársakat nem egyszerű, nem könnyű megtalálni. Voltak cserék, voltak, akikkel nem értettük meg egymást, de találtam hála Istennek mindig helyettük másokat. És én nagyon hiszek ebbe, hogy lassan-lassan hogy megmozdul a, megint csak ezt mondom, a jóléti társadalmunk is, egy, egy józan belátás nyomán, hogy Magyarország jövőjét ez is befolyásolja, hogy megtaláljuk-e az egyensúlyt. A leszakadó falvak és családok felé, és tudunk -e egy kicsit, ami önző életmódunkból föláldozni. Ferenc pápa ezt mindig így mondja, hogy az Isten ezt a csodálatos világot, és abban minden benne van, a, az energiahordozók, a élelmiszer, a növényvilág, állatvilág, minden. Ezt mindenkinek adta. És az elosztással van a baj. Például a közelmúltban, hát ez is egy zseniális volt, hogy Kazasztán után rögtön elment más a Sissibe, ahol összehívta a világ fiatal vállalkozóit, közgazdászokat, ami ezer ember volt ott, és ennek a programnak ez volt a, a címe, hogy Economy of Francis. Uh -huh. <laughs> és erről beszélgettek, hogy, hogy a, a profit maximalizálása helyett megtalálni a profit optimális mértékét, ahol, ahol nem alakul ki ez a, ez a vad kapitalizmus ahol van helye a szolidaritásnak, a, a, a szakadó társadalmak támogatásának. És hát... hát ez a világon most az egyik legfőbb probléma, igen. hogy egyáltalán eljutunk-e ebbe, -e hát ebbe az irányba, és tudunk-e lépéseket hát tenni ebbe az irányba. És főleg, hogyha elfelejtjük a háborút. Igen, igen, erről most nem beszéltünk, de mert annyi minden volt még a fejemben, és, és azért hat térjek még rá egy valamire, ugye, hogy amit be is harangoztunk, hogy beszélünk pár szót egy meg nem jelent könyvről. Egy eddig még meg nem jelent könyvről is, hogy ugye készültünk egy könyvel készültünk közösen, mert, mert ez egy közös mű lenne, és nagyon szépen hallottunk a könyvnek a megírásával és elkészítésével, amikor is egy váratlan fordulat történt, és a kuratórium tagjai, ennek az alapítvány kuratóriumának a tagjai egyszerűen megakadályozták ennek a könyvnek a megjelenését. Hát most csak azt mondom, hogy talán nem is baj, hogy nem akkor jelent meg... Nem volt még akkor talán időszerű. Azóta sok minden történt, ami talán ezt a könyvet ki lehet egészíteni, és talán akkor még inkább tudok majd örülni neki. Jó, akkor még egy kérdés a kuratóriumhoz kötődően, azért, hogy ö, megint csak még visszatérve a tavaszi választásokon a szereplésére, hogy azután, nem kerülte bajba, nem kerülte gond, nem volt-e gondja a kuratórium tagjainak ezzel a szerepléssel, vagy volt-e és volt-e következménye? Nem volt könnyű meggyőzni őket, hogy nekem ezt meg kellett tenni, nem értették, de akkor, de azóta szerintem megértették. Igen. Milyen érzés azért kiszolgáltatottnak lenni? Mert azért ezek a jelzések azt mutatják, hogy valamilyen szinten most is ki van szolgáltatva egy szervezetnek, ha azt kuratóriumnak hívjuk, vagy alapítványnak, mindegy, akkor is valahol a függetlensége azért nem tudott teljesen megvalósulni. Azzal hát, együtt, hogy nyugdíjba ment. Igen. De ugyanakkor meg, meg arra gondolok, hogy azok az emberek, akik három év óta támogatják az alapítványunkat, azok kitartottak. Csak hogy egyet mondjak, hogy van egy drága asszony, aki három éve minden hónapban küld ezer forintot. Isten áldja meg. Isten, hát így van. És, és hát nekem ez ad bátorítást, hogy, hogy nagyon sokan mindenek ellenére kitartottak mellettünk, mellettem. Uh -huh. Mert értenek valamit, vagy megsejtenek valamit, ami fontos. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.